A március 21-i bajnokink egyben a Dankorosok világnapja. Puskás Akadémia és a Videóton összefogott egy közös, nemes célért. A Dankoros gyerekekkel vagyunk most itt, és ők fogják majd felvezetni játékosainkat a bajnokinkon. Hogy milyen a hangulat, arról pedig meséljenek majd a képek. Milyen drukker a csapat? Hát attól függ, hogy melyik meccsre megyünk. A most szombati bajnokival mi a helyzet? Hát miután 22 gyerek megy kísérni, ezért a fele Videóton, a másik fele Puskás Ferenc Akadémista drukker lesz. Akkor 50-50, mennyire szoktak ilyenkor elevenek lenni a fiúk? Nagyon komolyan veszik ezt a feladatot, ezt a kísérést, de roppant boldogak tőle, hogy ők a nagyokat felkísérhetik a pályára. Focizni is szeretnek, vagy csak nézni? Igen, van a speciális olimpiának foci szakága, ők most a lány focival nyáron mennek Los Angelesbe a világjátékokra, ezen kívül minden egyesületünkben fociznak, hiszen azért Magyarországon a foci az eléggé elterjedt műfaj. Mennyire csillan fel a szemük, amikor foci kerül szóba? Hát én azt gondolom, hogy nálunk a szerdai nap az erről szól, mert akkor van foci edzés, és azért a fiúk azt alig várják, hogy mehessenek edzésre. Hallabuszkász!